99. születésnapjának ünneplésével vasárnap belépett centenáriumi évébe az 1924-ben alapított Nemzetközi Sportújságíró Szövetség. Ennek alkalmából a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, az IPS Europe alelnöke, lapunk főszerkesztője, Szőlősi György és az IPS alelnöke, Csisztus Zsuzsa meghívták a Nemzetközi Szövetség előjáróit, akiket ünnepélyes fogadáson köszöntöttek vasárnap délelőtt. Bár az IPS elnöke Gianni Merlo csak videókapcsolaton keresztül vett részt az eseményen, az IPS főtitkára Jura Ozmegy személyesen is jelen volt. Meghívást kapott a Nemzeti Sportnéhely tulajdonosa és az IPS alelnöke, Vadas Gyula dédunokája, Surányi Vadas Tímea, valamint a nemzeti sportot az 1924-es Párizsi olimpiáról tudósító, szintén egykori IPS alelnök Mamusics Mihály unokája, Mamusics Gertrud, aki egy féltve őrzött családi erekjét is magával hozott. Ez egy diploma, amit a nagypapám, aki a nemzeti sportnak a munkatársa volt, és az 1924-es Párizsi olimpián tudósította a nemzeti sportot. Ő kapta ezt a csodás diplomát, aminek az a különlegessége, hogy Kuberten Báró saját aláírása szerepel rajta. Ezt a 24-es Párizsi olimpia alkalmából, mint résztvevő tudósító kapta. A nagyon érdekes diploma mellett egyébként otthon őriznek tőle ilyen újságcikkeket, tudósításokat akár a 24-es olimpiáról? Hát igen, sok újságcikkünk van, ő nem csak a nemzeti sportban, hanem más újságokban is írt, azok nem sport témájú cikkek voltak, és elég sok családi levelet őrzünk, amit a külföldi útjairól írt haza, amik nagyon-nagyon érdekesek, tényleg egész Európát bejárta, és azok a levelek nagyon sok mindent elmesélnek az akkori korról, azokról a lehetőségekről, hogy egy sportújságíró hogy tudósított, hogy milyen nehézségekkel küzdött, úgyhogy igen, sok mindenünk van. Van a családban olyan, aki esetleg követte a pályán a dédnagypapát? Mint újságíró? Igen. Nincs. Jogász az van, mert ugye ő ügyvéd is volt, amellett, hogy a nemzeti sportmunkatársa volt. Én is jogász lettem, én bíró voltam, bíróként mentem nyugdíjba, és a nagyobbik lányom is jogász. Úgyhogy ennyiben követjük a hagyományokat. Dédapám egy igazi jó szervező volt, és a magyar nyelvet is megkövetelte, hogy lehetőség szerint helyesen, és támogatta azt, hogy a magyar szavakat részesítsék előnyben. Ilyen módon az ő nevéhez fűződik sok sportkifejezésnek a magyar megfelelőjének a meghonosítása is, például a szöglet, az korábban Egbal vagy Korner volt, de több ilyen szó is van. Az irodában, a főszerkesztőségen, ugye ő főszerkesztő is volt, majd egy negyed századon keresztül. A munkatársaktól is megkövetelte, hogy helyesen és szépen írjanak. Nagyon jó munkatársakkal dolgozott együtt. Krúdi Gyula, Karinti Frigyes is talán sokak számára ismert. Nagyon jó csapattal dolgozott, és volt egy Pennlengér nevű tábla, amire ez tulajdonképpen egy ilyen pedagógiai zseniális húzás volt a részéről, hogy minden reggel átolvasta a lapot, és a Pellengérre kiírták azokat, amelyek, tehát a javítva azokat a mondatokat, amit az újságírók esetleg helytelenül írtak a labban, és ezért mindenkit arra ösztönzött így indirekt módon, hogy a magából a legjobbat hozza ki, és hogy precízen, szavatosan, helyesen fogalmazzon. Annak ott a emlékben az ő idejéből nemzeti sport számok?
persze összegyűjtve, összefűzve megvannak ezek a számok. A nagyapám is gyakorlatilag volt egy fényképalbum, amit minden nap megnézett, és számomra is az jött le ezekből a képekből. Nekem egy képen van, ahol a dédapám Abáziában a parton sétál éppen, és magával szemben is igényes volt, és a maximumot követelte. Mind a külsejére vonatkozóan, és tehát mindig jól öltözött volt, mindig jó megjelenésű, és a munkájával kapcsolatosan is a maximumot követelte meg magától is elsődlegesen, és hát nyilván a környezetéből is. De ez nem azt jelentette, hogy egy morózus, szigorú, félelmetes ember lett volna, hanem nagyon jó volt az ő környezetében lenni, tehát egy igazi csapatépítő volt, és talán ennek is köszönhető az, hogy maga a lap is virágzott, nagyon sok, tehát egy igazi csapat alakult ki, és nem csak, hogy a labban alakított ki egy csapatot, hanem nemzetközi szintre emelte a sport újságírást is, tehát az IPS-nek lett az alelnöke, és ez a kapcsolat mind a mai napig megvan, és a magyarok nagyon szép eredményeket érnek el, akár a nemzetközi szervezetben is, ugye most éppen a Csisztus Zsuzsa lett az alelnöke, és hallottuk ezen az eseményen is, hogy nagyon jó az együttműködés a vezetőkkel, és a szervezet egy azóta is töretlenül egy magas színvonalat képvisel. Részt vett az eseményen Gyulai Márton is, a korábbi IPS főtitkár, Gyula István fia, a Budapesti Atlétikai Világbajnokság szervezőbizottságának egyik vezetője. Elmondta, már nem is napokban, hanem órákban számolják az idei év legnagyobb sporteseményének kezdeteig hátra levő időt, és természetesen mindenkit meginvitált az augusztus 19-én rajtoló VB-re, amelynek Budapest új, impozáns atlétikai stadionja ad otthont.